A DK véleményét fogjuk megismerni a következőben, hiszen egy elnökségi tagvágó István a vendégünk. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi érdekel, Egon? Hogy vagy? Köszönöm szépen. Látod, ez egy kellemes téma. Ez például érdekel, ez mindig érdekel. Az például, hogy mi a véleményetek arról, mi Brüsszelben történt, mármint hogy a DK-nak, vagy akár neked személyesen. Azt meg kell mondanom, hogy ugye ez volt délelőtt, és délelőtt óta nem volt elnökségi ülés, hogy egy egyértelmű és közös álláspontunk legyen. Szívesen elmondom az enyémet, ha érdekel. Hogyne. Komolyan? Komolyan. De azzal a feltétel, hogy ez nem az elnökség kiforrott és megbeszélt vélemény. Egy DK-s politikus, Vágó István vélemény. Boldogan, igen. Így. Szánalmas volt. Köszönjük szépen. Borzalmas ezt, volt. Szerintem ezt az elnökség is meg tudná fogalmazni. Igen. Tudod mit? De nem kiadott az elnökség egyébként egy közleményt, és abban azt írta, hogy nem hozott dicsőséget a mi számunkra ez a mai tárgyalás, ez a mai meghallgatás. Miért volt szánalmas? Voltak éppen a külügyminiszter azt képviselte, amit mindig hallunk tőle. Nem, nem véletlenül magyarul mondta, hogy most is hallhassuk ezt tőle. Majdnem én mondtam, de nem így van. Ugyanis az az érdekes, amit nem hallottunk tőle. Hogy a beharangozója Fidesznek úgy szólt, ha jól emlékszem, hogy a soros emberek ki fogják hallgatni, a soros bizottságok, a soros elnökség és a soros... Ebből maradt a soros terv így ebben a formában nem hangzott el, egyszer emlegette a soros, de én azt vártam volna, hogy oda leszól a képviselőkhöz, a bizottsági tagokhoz, és azt mondja, hogy maguk soros emberek. Ezt nem mondta. Ez nagyon érdekes. Mert ha mondta volna, én szerint, amit nekünk állandóan magyaráznak, hogy ezek a soros által pénzelt képviselők, különösen ebben a bizottságban, ugye? Ezt ő nem mondta. Ha mondta volna, akkor én szerintem kitört volna a balhé. És hát azt mondta, is rendre utasították, de így a migránsokkal kapcsolatos vélemények. De én mondjuk ezt a mondatot vártam volna, hiszen Magyarországon a magyar választókhoz ez ment, hogy ott mindenki a soros ügynöke. Ugye nem csak személyenként, hanem bizottságilag is. Ez nem volt. Na most azért valamit ezzel kapcsolatban hadd mondjak el. Hogy állítólag létezik egy ilyen lista a sorosnál, és ez kiszivárgott, hogy kik a mi embereink. Ezt legalábbis így tálalják nekünk. Na most én szerintem az minden normális lobby tevékenység esetében elfogadott dolog, hogy azok a képviselők valóban összegyűjthetők, akik többé-kevésbé azt a szellemiséget képviselik, amit én is szeretnék, aki lobbizom. Tehát ebben nincsen semmi baj. Pardavi Márta nagy szép angolsággal valóban a lényegről beszélt. Arról beszélt... A Helsinki Bizottság elnökeként. Igen, úgy van. De nagyszerű volt az ő felszólalása, és annyiban beszélt a lényegről, hogy miközben ugye Szijjártó Péter azt próbálta bebizonyítani, hogy jogilag hozzáférhetőek vagyunk-e, vagy nem, Pardavi Márta elmondta, hogy mi az, ami a magyar belpolitikában az Európai Unió szellemiségével és értékeivel ellentétes. Ezt nagyon nehéz jogilag megfogni. Ez kétségtelen. Ami marad, az, hogy Szijjártó Péter azt mondja, hogy de hát kettős mérce, és migránk pikkelnek, és így tovább, és így tovább. Én szerintem ez lehet igaz, de valamivel ezt az ellenszenvet, amire ő hivatkozik, ezt mi kivívtuk. De tulajdonképpen... És ugye, de ez a fontos, hogy tehát mi nem az Európai Unió értékei alapján szervezzük a magunk demokráciát, és ezért ránk megorrolhatnak, de ez nem jogi kategória. Ennek alapján én úgy sejtem, hogy nem lehet jogi eljárásokat indítani. Parancsolj, bocsánat. De ha lehet is, voltak éppen a 2018-as választás tekintetében teljesen mindegy. Mert hogy a menetrend szerint, és erről majd egy 3-4 órával később részletesen is fogunk beszélni, a választásokig ezügyben semmi nem fog történni. A leggyorsabb esetben mondjuk jövő kora őszre történet valami, ami ez, szavazásig visz. Ez igen. Tehát erre most a kormány mondhatja azt, hogy ugye, támadnak minket. Hát megmondtuk, a soros emberek itthon mondhatja. Úgy van, és még egyszer mondom, én ezt nagyon hiányoltam Szijjártótól, hogy leszóljon, hogy ti vagytok azok a soros emberek. Egy dolgot üzenhet azonban a választásokig. És én nem tudom, hogy ez nem kontraproduktíve az ő szempontjukból. Hogy minket nem szeretnek. Ezt üzenik, ugye? Hogy Brüsszelben minket nem szeretnek. Én szerintem ez igaz.
De jó, hogyha a választó... a magyar népre, a magyar társadalomra, Magyarországra vonatkoztatják ezt, miközben Brüsszel minden lehetséges alkalommal, és a mai megszólalók is elmondták, hogy nem, nekünk a kormánnyal van bajunk. Így van. Szóval ugye a legszebb az volt, amikor a Farage azt mondja, hogy kövessenek minket a brexiti úton. Ugye tudod, hogy ezt mondta? Ezt bizony. Igen. Na most, hogyha a magyar választóban, aki eddig nagyon Fidesz szavazó, vagy Fidesz hívő volt, Orbán hívő volt, én így szeretem mondani, hiszen a Fidesz maga Orbán, az azért végül is azt elgondolkoztathatja, hogy Szijjártó mellett a megszólalók általában jobb, illetve szélső jobb képviselők voltak. És ezt megfejelte Farage-nak az a mondata, hogy ti is lépjetek ki a Brexitből, ahogy mi kiléptünk. Most nem tudom, hogy kiléptek az angolok, vagy nem. Ráadásul, de ez a felszólalás... Ők sem tudják, azt hiszem. Úgy van, meg senki se tudja. Minden eset, jó. De ez azért el kell, hogy gondolkoztassa a magyar választót, az Orbán hívőt. Hogy vannak olyan európai politikusok, akik már olyannak látják a helyzetet, hogy hát akár miért nem jöttek Igen. velünk ki? Igen, én szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Hogy ez el kell, hogy gondolkoztassa azokat, akik egyébként fix Fidesz szavazónak számítanak. Hogy azt mondja az angol, nem fogja tudni, azt fogja tudni, hogy angol, hogy kövessetek minket és lépjetek ki az Unióból. És azt mondja, hogy de én nem akarok kilépni az Unióból. És innentől visszagúríthatja azt a logikát, hogy hát akkor hova is túl visznek gondolod, bennünk. Én azt hiszem, tehát, de én az a szavazó, aki cson nélkül elhiszi, hogy minden bajunk mögött Soros György áll, bármi problémája is van neki a saját életében. Ezt a visszaigazolást ma nem kapta meg. Ugyanannyira el fogja hinni a kormánynak, hogy ha van is ilyen terve, miközben én sem hiszek benne őszintén szólva, hogy ki akarja léptetni Magyarországot az Európai Unióból, de el fogja hinni, hogyha azt mondják neki, hogy nem. Hiába mondja a Farage, hogy gyertek velünk. Ebben igazad van. Ha ez lenne az első jel, na de hát számtalan jelét látjuk annak, hogy mi ellene megyünk az európai értékeknek, ezt látják, miközben belül a lelkükben szeretik Európát. Belül a lelkükben nyugat felé tekintenek. Senki se Bakuba akar elmenni dolgozni, hanem Londonba, vagy hogyha onnan el kell menni, mert ki tudja, meg lesz a Brexit, akkor mit tudom én, Hágába akar elmenni dolgozni. Egyelőre iskolába oda járatják a gyereket, akik ezt megtehetik, és nem Kazahsztánba. Tehát mi azért a szemünket nyugatra vetjük. És azt halljuk, hogy nekik ez nem kell. Borzasztó. Ezért mondom, hogy ciki volt. Érdekes volt erről hallani. Ez egy másik szempont volt, mint amiről általában a szakértők szoktak beszélni. Na, szakértőt is meghallgatunk. Ez az empatikusabb oldala volt ugyanennek. Köszönöm szépen. Én köszönöm.